Pontos labdát kapott Novák Katalin államtitkártól Petneházy Attila országgyűlési képviselő. A politikusok még a labdázáshoz is kedvet kaptak Nyíregyháza legújabb óvodájában. A modern háromcsoportszobás, 75 férőhelyes, több mint 1000 négyzetméteres épület a kórház területén jött létre, a Cucor Gergely és a Nagyvárad utca sarkán. Az új intézményben főként a kórházi alkalmazottak gyerekeit fogadják majd. Az egészségügyben lévő szakdolgozó hiány, ami gyakorlatilag érzékelhető, tapintható, annak egy része, hála Istennek az, hogy a itt dolgozók elmennek Gyesegyedre. Így most ezzel a lehetőség, hogy a itt dolgozók idehozhatják a gyerekeinket, nekem az egyik legfőbb üzenete az, hogy a munkaerőt vissza tudjuk csábítani, illetve lehetőséget adunk arra az itt maradásra, az itt dolgozásra ebbe a kórházba. Az új obi több mint 322 millió forintból épült meg. A pénz kétharmadát az állam, míg a fennmaradó részt az önkormányzat teremtette elő. A család és ifjúságügyért felelős államtitkár az átadáson azt mondta, a kormány a jövőt a magyar gyermekekben látja. Azért is örülök annak, hogy most itt Nyíregyházán is épült egy teljesen új óvodaépület, ami ráadásul a kórházi dolgozók gyermekeinek is egy megoldást kínálhat a napközbeni elhelyezésre, de nem ez az egyetlen óvoda, amely megszépült, megújult most Nyíregyházán, illetve fog a következő hónapokban. Tavaly 9 óvoda és 3 bölcsőde újult meg Nyíregyházán, idén pedig újabb 6 fog. Ez is kiderült az átadáson. A tervek szerint 2020-ra a város összes óvodáját felújítja, kibővíti az önkormányzat. Hála Istennek sok gyerek születik, és szeretnénk hosszú távra biztosítani a legjobb körülményeket számukra, illetve az óvodákban, bölcsődékben dolgozó óvónők, nevelőnök számára. De mondhatnám azt is egyszerűen, hogy ez a város jövője szempontjából elsődleges. Az új óvodát ünnepélyes keretek között szallagátvágással adták át. Köszöntőt mondott Szabó Tünde is, aki elmondta, édesanyja több évtizedekig dolgozott a kórházban, ezért is örül minden fejlesztésnek. Hozzáfűzte, az ilyen kórházi beruházások fontosak a nyíregyháziaknak. Mindent megpróbálunk tenni az itt dolgozókért, az itt élőkért, hiszen nagyon sok fejlesztés indulhatott el az elmúlt időszakban itt a kórház területén. Azt is mondanám, hogy az ország legnagyobb kórházáról van szó. Nagyon sokan dolgoznak itt, és az igényeknek megfelelően bizony a fejlesztéseket is hozni kell. Az átadáson arról is szó esett, hogy a kórházban további fejlesztések folynak ezekben a hetekben is. Jó ütemben halad a parkolóház építése, ami 600 millió forintból valósul meg. Emellett elkezdődik a központi sterilizáló felújítása, és egy új infúziós labor is előkészítés alatt áll. Az egyik leglátványosabb beruházás pedig a Bocskai úti STK földszintjének felújítása lesz, ami szintén rövidesen kezdődhet.